A győri városház előtt gyülekeztek a bringások, az időjárás kegyes volt a versenyzőkhöz. A nevezési díj mindössze egy műzli szelet volt. A Facebookon csináltunk egy eseményt, ott mentek az információk, és kettőkor lesz egy rajt. Itt, aki beleadja a nevezési cervona szeletjét, az megkapja a bevásárlólistát, illetve a boltoklistát, hogy hol kell bevásárolnia, és onnantól kezdve saját maga rakja össze az útvonalat, hogy hogyan megy végig a boltokon. Az érkezés az pedig a mentőállomáson lesz. A boltokban kávét, teát, csokit, kekszet kellett vásárolni. Bár a gyorsasági számít, alapvetően ez a rendezvény a jótékonykodásról szól, mondta Czafi Tandrás szervező, aki harmadik éve hozza össze a győri bringás közösséget. Természetesen ez egy jótékonysági verseny, inkább a részvétel az, hogy mindenki érjen be biztonságba a célba, és amiket apróságot veszünk, azokat oda tudjuk adni a mentőknek. A résztvevők többségének a kerékpározás a hétköznapok alapvető része, sőt profi versenyzőt is találtunk a rajt előtt. Harmadik évben veszek részt ezen a rendezvényen, ugye a Czafi Tand is, aki a rendezője ennek a rendezvénynek, az egyik barátom, akit a kerékpáron keresztül ismertem meg, és most is ő hívott meg engem erre a rendezvényre. A kerékpáromról annyit, hogy ez egy olasz gyártmányú, kézzel készített kerékpár. Én ezt hétköznapokban az utcán használom, egyébként egy pályakerékpárról van szó. Hogy lehet, hogy ilyen profi bringát használsz a hétköznapokban? Ez azért nem mindennapi. Így van, én komolyabban versenyzek kerékpárban. Eddig a legjobb eredmény az országos harmadik helyezés volt időfutam kategóriában. És bírja a gyűrődést a hétköznapokban? Bírja. Ismerős hívott fel Facebookon erre az eseményre, ugye megbeszéltük srácokkal, hogy hárman elindulunk, aztán adjuk neki. Jöttetek, és ott a GoPro, ezek szerint profi felvétel is készül majd? Az túlzás, hogy profi, de felvétel az lesz. Hol látható majd ez? YouTube-ra, valahova. Miután a boltok és a termékek listáját megkapták az indulók, elrajtolt a mezőny. A szervezők, a vacogó angyalok jótékonysági akcióval a mentősök egész évi munkáját köszönik meg.